megismételni, ami a sajtóközleményünkben is benne volt. Ennek a sajnálatos esetnek a kapcsán is a Klassz-FM mindenféle fajta erőszakot most ebben a pillanatban is, mint ahogy azt tette eddig, mindig visszautasít. Ez első. A második, ami nagyon fontos, hogy a saját eszközeinkkel, ahogy ezt a sajtóközleményben is elmondtuk, és a rektorának a segítségével az érintett hölgy számára is tolmácsoltunk. Nagyon sajnáljuk, hogyha akaratunkon kívül bárki bármilyen mondatával, gesztusával, vagy szavával megbántott bárkit is. A harmadik pedig, hogy én azt gondolom, hogy a szavak helyett a tettek beszélnek, úgyhogy a Klassz-FM, ahogy azt a sajtóközleményben is olvashatták, és ahogy azt elmondtak különböző fajta módon, különböző sajtóorgánumok, de egy hónapon keresztül az erőszak ellenes ebben a témában lép fel, ami azt gondoljuk, hogy egyedülálló a magyar média piacon, és reméljük, hogy a hatása sem marad el, úgyhogy nagyon remélem, hogy az önök munkáját ezzel tudjuk segíteni, és ezzel egy kicsikét ebben a kialakult helyzetben tudjuk segíteni az önök erőt és küzdelmét. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! A Rádó